Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a Cosmopolitan Hungary YouTube csatornáján. Én Kitty vagyok, a mai videóban pedig egy szerintem csodaszép sminktermékkel fogunk megismerkedni, ami is a Physicians Formula Mineral Glow bronzosítója. Hosszantartó szint ígér, ásványgyöngy kivonatot és selvajat tartalmaz. Finom fény visszaverő pigmentjeinek hála ragyogó megjelenést kölcsönöz. Hipoallergén, illatanyag, parabén és gluténmentes, nem miteszerképző termék. Sikerült kibányásznom a kartonból, nagyon durván jól be van csomagolva, tuti biztos, hogy nem nyúlt hozzá előttem senki. És akkor ennek a kis tartónak, tégelynek, a felnyitásának az a mottója, hogy itt van egy ilyen kallantyú, amit meg kell nyomnunk. Akkor felugrik a fedél és ki tudjuk nyitni. És hogyha túlbillentjük egy kicsit, akkor maga ez a púdertartó pen is felemelkedik, és láthatjátok, hogy itt van egy tükör, illetve bent az aljában egy ilyen ecset is el van rejtve. A csomagolás nagyon-nagyon jó minőségű, és egyébként szerintem tényleg azt lehet mondani, hogy szép. Összességében eléggé luxus hatása van, egyáltalán nem gagyi, egyáltalán nem ez a könnyű műanyag. Egyébként könnyen ki lehet nyitni, de magától tuti, hogy nem fog kinyílni, tehát nem ilyen kis lötyögős a fedél, úgyhogy szerintem ez is olyan termék, amit biztonsággal be tudunk dobni a táskánkba és magunkkal tudunk hordani. Úgy látom, hogy háromféle színből áll össze ez a kis bronzosító. Van egy ilyen vaníliás, egy picit ilyen picit barackos rész, illetve még egy, a legsötétebb, ami kicsit olyan májvás barnásnak tűnik nekem így elsőre. Úgy döntöttem, hogy az ujjammal fogok belenyúlni. De érdekes érzés ezeken a gyöngyökön. És megnézem, hogy aha. Egy ilyen nagyon durván szép, fényes dolgot kaptam. Wow. Láthatjátok, hogy alapozó, meg korrektor, meg szempillaspirál van rajtam, és úgy van, ami nagyon hiányzik, tehát nem olyan élettel teli a kinézetem. Úgyhogy mivel van egy kis színe is, és csodaszép ragyogása van, ettől a terméktől várom erre a megoldást. És most nem a saját ecsetét fogom használni, hanem egy ilyen sokkal lightosabb kis pufi ecsetet. Az a terv, hogy arra a részre viszem föl, amit kiemelkedik az arcomból. Ezt a területet szeretném még jobban kiemelni vele. Úgyhogy lássuk a medvét! Amit még nagyon-nagyon szeretek az ilyen termékekkel, az, hogy fogok egy ilyen puffy pecsetet, és ezt is belemártom. És egy kicsit adok egy ilyen mélységet a szememnek is vele, úgyhogy a mélyítő vonalban fogom eldolgozni. Nagyon picit így rásöprögetem a mozgó szemhéjre, úgyis szép fényes. És tök jó, hogy nem üt úgy el a bőrömtől, mégis van egy kis színe, és még a hajamhoz is megy, esküszöm. Ez a bronzosító szerintem így tökéletesen elég a hétköznapokra, nem kell külön a pirosítóval, meg a highlighterrel vacakolni, meg semmivel, nem szépen ezt így felviszem majd, és nagyon jó barátok leszünk szerintem. Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokáig azért nem használtam bronzosítót, mert minden ilyen terméket túl soknak éreztem. Valahogy nem passzolt a bőrömhöz, valahogy a világos bőrömtől nagyon-nagyon elütött, de egyébként erre a termékre, illetve a csomagolására rá is volt írva, hogy ajánlják világos bőrtónushoz, úgyhogy ez ilyen szinten tényleg nagyon-nagyon bevált, úgy néz ki. És ha megnézitek, akkor láthatjátok, hogy némileg, tehát így fényes, de eléggé szalonképesen fényes, nincsenek benne ilyen brutál csillámdarabkák, meg nem ilyen, tehát nem úgy fényes, mintha egy ilyen bevonat lenne az arcodon, hanem olyan diszkréten, egészségesen fénylik. Összességében én meg vagyok elégedve a termékkel, nagyon szép a csomagolása, nagyon szép az összhatása, könnyű és kellemes volt használni, és hozza, amit ígért. Úgyhogy ha ilyen
kis bronzosítóra van szükségetek, főleg ha világos bőrre van szükségetek bronzosítóra, és arra vágytok, hogy ilyen kis élettel telévé váljon az arcotok egy terméktől, akkor nézzetek rá bátran, szerintem nem fogtok csalódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, találkozzunk legközelebb. Sziasztok!